Milé dámy, vážení páni, milí hostia. Srdečne vás vítam na slávnostnom otvorení tradičnej 17. medzinárodnej výstavy maďarského fotografického umenia. Výstavy otvoria doktor Patruš Sándor, podpredseda, a inžinier Teodor Naď, predseda a inžinier Teodor Naď, podpredseda Svetového združenia maďarských fotografov. Kedves hölgyeim, tisztelt uraim, kedves vendégek! Üdvözlöm Önöket a hagyományos, már 17. Nemzetközi Magyar Fotoművészeti Kiállítás ünnepélyes megnyitóján. A kiállítást megnyitja a dr. Patruš Sándor, a Magyar Fotoművészeti Világszövetségének elnöke, és Nagy Tivadar mérnök alelnök, akiket szeretettel köszöntünk a Galériánkban, és ezennel felkérem a kiállítás bemutatására. Patruš Sándor elnökünk Budapestről van, úgyhogy egy szlovákon van, annak néhány szólt erről a nemzetközi kiállításról. Vážené dámy, vážené páni, vážená pani viceprimátorka, vítam vás na otvorení 17. medzinárodnej výstavy umeleckej fotografie maďarských fotografov, ktorú na Slovensku organizuje Svetové združenie maďarských fotografov v spolupráci s Komaňanským fotoklubom Helios. Je to putovná výstava. Po Budapešti vystavujeme túto kolekciu na Slovensku v Dunajskej strede, Komárne, Leviciach, Nesvadok, tu v Štúrove a aj v Nových Zámkoch. V tomto roku sa súťažilo v štyroch kategóriách. V spoločnej čierno-bielej a farebnej kategórii, nakoľko pred 200 rokmi sa narodil veľký maďarský básnik János Arany, ďalšou kategóriou boli fotografie inšpirované jeho životom a tvorbou. Nasledujúcou kategóriou bola maďarská ľudová hudba a poslednou kategóriou na pivo. Na medzinárodnej výstave umeleckej fotografie maďarských fotografov sa zúčastnili fotografii zo 6 štátov. 94 autorov na výstavu poslali 860 fotografií, z ktorých odborná porota vybrala 172 obrazov. Na stenách galerii vidíte teraz výber z týchto fotografií. Teraz by som odovzdal slovo predsedovi Svetového združenia maďarských fotografov doktorovi Sándorovi Patrušovi, aby povedal potvrdené slova. Nech sa páči. Jó napot kívánok! Tiszteletre köszöntöm Önöket! Én először vagyok itt Párkányban, a Magyar Fotoművészek Világszövetsége részéről, és nagy örömmel jöttem, és nagyon örülök, hogy eljöttek Önök is, és megnézik ezt a kiállítást. Mindenek előtt egy pár mondatot hadd mondjak a Világszövetségről. A Magyar Fotoművészek Világszövetsége 2002-ben alakult, tehát az elmúlt évben ünnepeltük a 15 éves évfordulónkat. 2002-ben 17 fővel egy sörözői asztal mellett született meg a gondolat, hogy az anyaország és a határon túlélő magyar vagy magyarnak való fotoművészetnek egy szövetség alakuljon, ahol egymást tudják támogatni, érdekképviseletet látnak el, egymás munkáját megismerhetik. Az anyaország és a határon túlélő magyarok, hát közös a nyelvünk, közös a történelmünk, közös a társadalmi berendezkedésünk, úgyhogy ennek már sokkal előbb meg kellett volna születnie, és még egy közös nyelven beszélünk, a fotográfia nyelvén, hiszen mindnyájan elkötelezettek vagyunk, hogy a fényképezőgép lencséjén objektívén keresztül fejezzük ki a gondolatukat, és mutassuk meg Önöknek. Jelenleg 172 tagja van a Magyar Fotoművészek Világszövetségének, és 9 országban vannak tagjai, természetesen a határon túlélő magyarok, de azon kívül Svájcban, Franciaországban, Egyesült Államokban, Izraelben, Hongkongban. A Világszövetség tagjai különböző hazai és nemzetközi pályázatokon vesznek részt, meghatározó szereplői a nemzetközi és a hazai fotográfiai közéletnek, számosan rendelkeznek nemzetközi fotográfiai diplomával, különböző országokban, FIAPOS, PSA-s diplomákkal rendelkezünk, és mindenki a saját országában is nagyon szép eredményeket érünk el, és segítjük a hazai fotokultúrát is, és a
hazai fotokultúra megismertetését. Úgy szoktam azt mondani, hogy a Világszövetség tagjai kicsit a fotokultúra nagykövetei is, hiszen azzal, hogy mi külföldön különböző pályázatokon veszünk részt, ezzel a hazai, saját hazánk kultúráját, fotokultúráját közvetítjük, és onnan is hozunk be különböző irányzatokat. Nem olyan könnyű bekerülni a Világszövetségbe, el kell, hogy mondjam, hogy különböző portfóliókat kell leadni, ajánló kell, elnökség dönt a felvételről. Egyrészt ez kettős ez az érzés, mert egyrészt szeretnénk, hogyha minél többen tagjai lennének a Világszövetségnek, másrészt azért vigyázunk és őrizzük azt, hogy azokat az eredményeket, amiket elértünk, azokat az eredményeket vigyük tovább, és erősítsük a Világszövetséget. És az egyik legnagyobb eseményünk a Nemzetközi Magyar Fotópályázat megszervezése. Ez minden évben augusztusban van, elmondta a Tivadar, hogy milyen kategóriák vannak. Különböző kategóriákat állítottunk fel, így azért reálisabb a zsűrinek az értékelése, hogyha a képeket nem ömlesztve adjuk, hanem különböző kategóriák vannak. Én nagyon szeretem azokat a kategóriákat, ami nem csak egy ilyen általános kategória, mert úgy gondolom, hogy aki jó pár éve fotózik, az 4-5 képet elő tud szedni a fiókból, és meg tudja azt mutatni, be tudja küldeni pályázatokra, de hogyha van különböző kategória, amire készülni kell, mint például az Arany János volt az elmúlt évben, vagy a Magyar Népzenekar, vagy éppen a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum közös szervezésében ez a sör kategória, az sokkal izgalmasabb és sokkal érdekesebb. Azon el kell gondolkodni, azon készülni kell, ki kell találni, a képet meg kell valósítani, meg kell mutatni a gondolatainkat a képeinken keresztül. És a fotográfia mellett nagyon fontos a magyar identitás megőrzése, a magyar hagyományőrzés nagyon fontos. Az 2013 óta minden évben van valami magyar vonatkozású kategória, volt már a magyar népi építészet, volt a magyar népmese, magyar hagyományőrzés, a néptánc, és az elmúlt évben pedig a magyar népzene volt. Úgyhogy önök a falakon láthatják, hogy ki, hogy gondolkodik egy-egy témáról, egy-egy kategóriáról, ki mit érez. Azt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon erős a felvidéki csapat. Itt a képeken is láthatják a Magyar Fotoművészek Világszövetségnek meghatározó képviselői, a Nagy Tivadar alelnök vezetésével, aki alapította, és azt hiszem, hogy akik itt vannak jelenlévők, magamat is beleértve, egyedül a Tivadar, aki 2002-ben ott ült a sör mellett, és a Tivadar is? Akkor például a Tivadar, akkor ketten vannak, milyen volt a sör? Úgyhogy ketten vannak, akik alapító tagja, és a Tivadar vezetésével nagyon erős és meghatározó egyéniségei a Magyar Fotoművészek Világszövetségének. Én továbbiakban is nagyon számítunk rájuk, és azt szeretnénk, hogyha minél többen, minél aktívabbak legyenek, és a Magyar Fotoművészek Világszövetségének deklarált gondolatait tovább tudjuk közösen vinni, és még több eredmény, még több sikert tudjunk elérni. Én szeretném megragadni az alkalmat, és szeretném a díjakat is átadni azoknak, akik most itt vannak, a felvidéki fotósoknak. Azt el kell mondjam, hogy nagyon szép eredményeket értek el. Szeretném először is átadni Tóthy Zolánnak, aki három kategóriában is díjazott lett a Kosárfonó című képével az általános kategóriában, a Kosárfonó című képével végig kapjának, jó? Mert...
Alany János életi és munkássága kategóriában pedig Alany Jelmet nyert a képviselő című képével, Magyar Fotoművészek Világszövetsége Alany Jelmet kapja, és ezt fejből tudom, hogy a sör kategóriában pedig oklevelet egy sörös című képével lett. Gratulálok, és további sok sikert és és szeretném átadni Sebiák Pálnak, aki az Arany János kategóriában, mint a barna hívő szem a pillantása oklevelet tart, és a népzene kategóriában a Gúzdán című képvel szintén oklevelet tart. Természetesen minden kép itt van a felül és megtalálható. Gratulálok! Én láthatok a szlovákiai alkotók képeit. Én végezetül szeretném megköszönni a Galériának a művek óta kiállítani, és én szeretném az alpolgármester asszonynak megköszönni a jelenlétét, hogy hallom, hogy évek óta eljött, és ez egy erősíti a fotó megjelenésünket itt Párkányban, és engedje meg, hogy a Magyar Fotószak Világszövetsége alkotónak fogadja olyan szeretettel, ahogy jöjjön.